Nem könnyű a kölyökutyákkal együtt élni, összeakasztottuk a bajszunkat, de kénytelen voltam kibékülni velük. Hát nem igazán tisztelik azokat a dolgokat, amely az ember számára értékes, majd ha tisztelik is, teljesen más látnak benne mondjuk valamit, amit össze lehet rágni, tépni, harapni. Akárhogyan figyelek és próbálok minden értéket elrejteni előlük, akkor is megtalálnak valamit, és egyszer csak ott van előttem valamilyen borzalmas romhalmaz. Persze a romhalmaz az lehet egy újonnan vett párnacipő, papucs, ruhadarab, bármi, ami csak hozzájuk elkerülhet. Az csak haba tortán, amikor valamit szerelek és leveszem a kesztyümet, magam mellé rakom, mire visszanyúlok érte, addigra már nincs ott, és valahol látom szétrágva a nagy tér közepén. A lakás is az ő birodalmuk, már nem az számít, hogy mi tetszik nekünk, vagy milyen dizájnnal rendezünk be valamit, hanem az, hogy ne érjék el, ne tegyenek kárt, vagy minél kevesebb kárt tudjanak csak tenni. A szőnyeg koszos, a padló sáros, a fal maszatos, ahol még maradt fal. Egyébként cukik és páratlan élményekkel tudnak ellátni minket. A lényeg, hogy elfáradtam és összevesztünk. Miközben ezek a dolgok történnek, azért ne feledkezzünk meg azokról az emberekről, akik hasonló károkat tudnak okozni az életünkben. Mindegy, hogy tervezed az életedet, ők biztos, hogy beleköpnek a levesedbe. Nem számít, hogy te lemondasz az igazságodról, ők tesznek még egy lépés beljebb, és egyre beljebb rúgják az ajtót, és most már belülről rugdosnak ajtót, ablakot, kilincset. Nem sértődésből mondom, hanem megfigyelésből, mert rengeteg emberrel van most ilyen problémám, hogy egyszerűen nem tudok 5-ről 6-ra jutni, mert annyira hülyék, hogy nagyon. Van az a mondás, hogy a hülyék a túloldalon vannak, és ők is ugyanezt mondják. Ezzel nagyon egyetértek, és éppen ez adja meg a lehetőséget arra, hogy még a hülyékkel szemben is tudjak valamennyire viselkedni. Azért sokszor nem fogom vissza magam, mert nem bírom. Most, hogy ki hülye és ki nem, az szubjektív, és természetesen ez ingerküszöbtől függ. Viszont vannak olyan hülye etalonok, amit egy antropológus is kihúzna a jegyzeteiből. Most ezekből kaptam néhányat, nem közvetlenül engem érintenek, de mindenképpen hatással vannak rám, és egyébként az anyagi kár belőle az én sorom lesz. Hogy mi köze ezeknek a kutyákhoz? Hát csak annyi, hogy ők is elfárasztanak, és alapvető dolgokat pont úgy nem értenek meg, mint hogy a kutya sem érti meg, hogy a papucsot nem szétrágni kell, hanem hordani kell, és ha az ő lábára nem jó, attól még más hordaná, mert ő számára ez egy papucs, ami fontos. Most azok a konkrét hülyék, akikről beszélek, pontosan így veszik azokat a teljesen triviális, egyértelmű dolgokat, amit én nem is tudom, hogy magyarázzak most már el nekik, folyamatos kudarc van ebben, de ennek ma véget vetek. Nem tudnám összefoglalni, hogy mi az igazi megoldás. Egyetlen egy dolog jutott eszembe, és ezt csinálom, sőt, évek óta ezt csinálom, az ilyen problémákkal szemben. Bizonyos szempontból ignorálom őket. De nem mindig tehetem meg, mert valamikor szerződések kötnek össze minket, és folytatni kell egész addig, amíg a szerződésből ki nem tudunk bújni úgy, hogy végre soha többet ne kelljen róluk hallanunk. Ez hosszú idő és rengeteg lépés, rengeteg gondolkozás, hogy eljussunk odáig, ahova szeretnénk. Az ignorálás megoldása következőt tudja adni. Egyrészt lemondasz arról, hogy igazad legyen. Másrészt lemondasz arról, hogy ne téged érjen veszteség. Harmadrészt lemondasz az értelmes párbeszédről. Ebből az első kettő a legnehezebb, de ez a megoldás. A kutya hasonlathoz visszatérve, ezektől az emberektől nem kaptunk semmit, a kutyáktól egyébként rengeteg minden jót kapunk, tehát a mérleg az ide-oda billeg, hogy most nincs erőm elviselni azt, amit tesznek, viszont annyira aranyosak, hogy még az sem baj, hogyha szétrágták a kanapét. Ezek az emberek viszont soha nem aranyosak, lehet, hogy valamikor még azt gondoltuk róluk, hogy valamit majd fognak csinálni, ami nekünk is jó, és mi is adunk valamit, ami nekik is jó, és ebből csak az lett, hogy mi adtunk, ők meg nem adnak, nem csinálnak, tehát a mérleg egyértelműen lesüllyed az egyik irányba, tehát ez így nem mehet tovább. Visszatérve az ignorálásra, nagyon fontos az ignorálás során, hogy az, amit téged megérintett érzelmileg vagy gondolatban, azt ne vidd tovább, tehát ne alkoss egy olyan véleményt, ami sértő lehet rá, mert akkor nem tudsz tovább lépni az ügyben. Inkább úgy gondolj rá, hogy ne akarj neki rosszat, hanem csak magadnak jót. A magadnak jót pedig nem tudod a legtöbbször behajtani, tehát az lesz az, ami veszteség lesz. Akár pénzben is kifizetendő veszteség is bizonyos esetekben. Szóval kutyákkal úgy fogok kibékülni, hogy idéglenesen elfelejtem, mi mindent tettek, de nem felejtem el annyira, hogy ne tudjam, hogy mivel kell védekezzek, hogy ne tegyenek újabb és újabb kárt. Tehát a kutyákkal kutyaként viselkedek, én is kutya vagyok, tehát nem emberként, aki megérti a problémájukat, hanem kutyaként, aki kezeli
a problémáikat, tehát úgy fog rájuk reagálni, ahogy ők reagálnak rám. Most mindegy, hogy milyen tervet szőttem, úgyis ők nyernek. A hülyékkel kapcsolatban pedig két dolgot kell megjegyezni. Az egyik, minél gyorsabban ki kell kerülni abból a szituációból, amelyikben ketten együtt benne vagytok. A második pedig, hogy nagyon messzire kerüld el őket. Remek terv, kár, hogy ezt már 15 évvel ezelőtt is tudtam, és azóta is találkozom ilyenekkel. Ennek a vlognak semmilyen értéke nincsen, ha csak nem az, hogyha körbevesznek téged is hülyék, akkor nem vagy egyedül.